Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Ha valakinek esetleg nem szimpatikus a tegeződés, házon kívül vissza lehet magázódni. Amire nem emlékszem, hogy lett volna példa. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Egyáltalán nem vagyunk megelégedve. Egyáltalán nem? Egyáltalán. És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Káosz van. Káosz? Vagy legalábbis azt csinálnak, nem? Legalábbis azt érnek. Uh-huh. Félelem? Uh-huh. Bezárkózna. Igen, érdekes világban élünk. Most voltunk egy vezető képzésen, és ahogy ott reggeliztünk, mellettünk volt egy ilyen lakóház a szálloda mellett, és akkor rá lehetett látni, ez ilyen többszintes. És akkor láttam azt, hogy ugye a földszint az berácsozva. Első emelet berácsozva, mert nekem az olyan furcsa, hogy első emelet berácsozva, hát mit tudom én, 3 méter magasra, vagy 3,5 méter magasra, ki a manó mászik föl. Na mindegy, azt még úgy elfogadja az ember. De hogy a 3. emelet be volt rácsozva, kína, volt egy terasz, érted? És a terasz kifelé be volt rácsozva. Nem maga a terasz, hanem a kijárati ajtó a teraszra, meg az ablak teljesen be volt rácsozva. Akkor volt neki valami ablak arra felé, az is be volt rácsozva. Hát ki a manó mászik föl a 3. emeletre? Hát még egy ilyen, ezek a jamakacsiknak is, vagy mi a manónak hívnak, tudjátok azok a... vagy jamakázi, vagy mi a manó, na azoknak is komoly problémát jelentene oda felugrálni. Hát nem egy átlag embernek, vagy egy átlag betörőnek. Nem tudom, fura. Lényeg az, hogy az emberek azok tényleg félnek. Szeretnek rácsok mögött élni. Én még olyan iskolában nőttem föl, ahol nem volt rácsos ablak. Most már ugye még az iskolablakokat is berácsozzák. Szóval olyan, hadd érezzék azt, hogy börtönben vannak a gyerekek. Tehát nem vettétek észre, hogy egyre jobban korlátozzák az embernek a szabadságát? De. Tehát ugye elindult a 2001. szeptember 11-el, ugye a tornyok lerombolásától, az egy jó indok volt arra, hogy a világban korlátozásokat vezessenek be is vezették ezeket a korlátozásokat, és mindent ellenőrizni akarnak, meg mindent kontrollálni akarnak, szóval érdekes egy világ, de most az olyan világ, ahol mindent látni akarnak, kontrollálni, úgymond nagy testvér mindent lássa. Hát az nem szabadság. Az nem szabadság. Az egy kiszolgáltatottság gyakorlatilag. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk? Egyedülálló képzéseket tartunk. Azért, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ eléréséért. Tehát az ember jobban megnézi, ugye ti is mondtátok, hogy nem vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal, szerintem elég sokan a világban nem elégedettek a jelenlegi világgal, de hát ugye a legtöbb ember nem tesz semmit azért, hogy legyen egy jobb világ. Ahhoz, hogy jobb világot lehessen létrehozni az emberiség, jobb világot hozzon létre, ahhoz jobb embereknek kéne lennünk, nem?
Tehát magának az embernek jobbnak kellene lenni. Tehát olyan az ember világa, amilyen maga az ember. Ha nem túl jó az ember, akkor nem túl jó a világa, nem? Ha rossz az ember, akkor rossz a világa. Ha jó az ember, akkor jó a világa. A rossz emberek nem fognak jó világot csinálni sose. A jó embereknek kellene a jó világot megcsinálni, nem? De ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rosszak örülnek ennek, és csinálnak belőle rossz világot. Nem, mint hogyha e felé tartanánk egy jó ideje. A mai világunkban is hozzásegítjük a tanuló partnereinket a boldogabb élethez. Azaz a szeretethez, az egészséghez, az elismeréshez, a szabadsághoz és az elég pénzhez. Tehát vajon a mai világban kellene több szeretethez, itt hiányzik egy, hopp, hogy javítom ki? Bocsánat, én azt akkor kijavítom most, jó? Már becsuktam. Onnan hiányzik egy szó, vagy egy két betű. Azt mondja, hogy hol van? Ott van, szeret, nem szerethez, hanem szeretethez. Ja, és akkor most már úgy lesz. És akkor itt tartottunk. Tehát vajon a szeretetre az embernek szüksége lenne? Hm? És ez mindenkinél tökéletesen működik? Nem kellene ahhoz tenni valamit, hogy jobban működjön a szeretet az emberek között? Lehet, hogyha a szeretet téren több tudása lenne az embernek, akkor a szeretet az jobban működne? Mit szólnál mondjuk egy szeretet közösséghez? Egy olyan közösségben lenni, ahol az emberek szeretik egymást, nem vallási közösség, nem politikai közösség. Csak egyszerűen egy olyan közösség, ahol az emberek fejlődnek és szeretik egymást. Egyre jobban, ahogy fejlődnek. És szerinted az egészség az mennyire fontos dolog? Hogy az ember egészségesen éljen. Az emberek azt gondolják, hogy a betegség az egy véletlen. Tehát a véletlen műve. Óriási tévedés. Az ember valaki, tehát egy olyan ember, aki tud, az tudja, hogy a betegség az nem véletlen. A betegség az egy jelzés. Jelzés arra, hogy mit kellene másként csinálni az életben. És akinek erre van tudása, az a betegségből ki tudja deríteni, viszonylag könnyen, hogy mit kellene másként csinálni az életében, vagy valaki másnak mit kellene csinálni, ha éppen egy másik ember beteg, mit kellene csinálni az életében. Tehát az egészség az egy olyan jelzés, most akkor nézzünk bele egy kicsit, lehet, hogy furcsa dolgokat fogok mondani az újaknak, a régieknek nem. Úgy újaknak, hogy akik most hallgatnak először. Akik már sok előadást hallottak tőlem, azoknak nem lesz furcsa. Az, hogy a lélek az tud, tehát mindenkinek a saját lelke, az tud üzenni. Egy kérdés van, hogy az egyén veszi-e az üzenetet, vagy sem. Tehát a lelkünk, az a testünkhöz képest egy szuper intelligens lény, méghozzá energia lény. És mivel szuper intelligens, ezáltal sokkal, de sokkal nagyobb tudással rendelkezik maga a lelkünk, mint a testünk, amivel rendelkezhet. Tehát, hogyha a test tudását túlzásba vinnéd, akkor a test az beleőrülne. Gyakorlatilag megőrülne a nagy, túlzott nagy mennyiségű tudástól. A lélek
korlátlan tudás befogadására képes. Na most gondold végig, ha korlátlan tudásra befogadására képes, akkor hozzánk képest, a testünkhöz képest egy szuperintelligens lény. És ez a szuperintelligens lény, ez benned van. Te igazából nem a tested vagy, hanem a lelked. Miért? Mert a tested csak addig vagy, ameddig ebben a testedben élsz. Ha már nem ebben a testedben élsz, te akkor is tovább létezel, mint szellemlény. Oké? És utána beköltözhetsz majd egy másik friss testbe. Ezt úgy hívják, hogy reinkarnáció. Szóval lényeg az, hogy a lelkünk ráadásul még képes telepatikus gondolatátvitelre. Az azt jelenti, hogy beszéd nélkül, tehát a lélek az nem beszél, annak nincs hangszálai, nem tud beszélni, nincs szája, hogy beszéljen. A lélek az telepatikusan kommunikál. Az azt jelenti, hogy képes kommunikálni az univerzum egyéb lényeivel. Melyik lényeivel? Azokkal, amelyik ilyen képességekkel rendelkeznek. A te lelked az képes telepatikusan kommunikálni más lelkekkel. És ugye miért nem veszed ezeket az üzeneteket? Mert elfelejtetted, hogy hogy kell venni. Mert kisgyerekkorodban tudtad ezt venni, a lelkednek az üzeneteit, de azóta lebeszéltek arról, hogy te ilyen képességekkel rendelkezel. Oké? Vagy nem gyakoroltad tovább, mert hülyének néztek kisgyerekként, és onnantól kezdve szépen leszoktattad magadról ezt a képességet. Szóval a lényeg az, hogy van bennünk egy olyan lélek, amely, képzeld el, kapcsolatban áll egy felsőbb rendű lénnyel. És ez a felsőbb rendű lény a te Istened. És ez az Istened tud a lelkednek üzeneteket küldeni. És a lelked próbál súgni neked, úgy is lehet mondani, hogy sugal. Érted? És egy kérdés van, hogy te veszed-e a lelked üzenetét, vagy nem veszed. Minél rosszabb állapotban vagy, annál képtelenebb a vevőd arra, hogy vegye a lelked üzeneteit. Minél jobb állapotban vagy, annál könnyebben tudod venni. De ezzel kapcsolatban is van egy kis bökkenő. Mert ugye elfelejtetted azt, hogy hogy kell venni a lelkednek az üzeneteit. És amikor jó állapotban vagy, akkor sem tudod venni kellőképpen a lelked üzeneteit, mert elfelejtetted, hogy hogy kell. Érted? A technológia az elfelejtődött. És ugye ezáltal mi történt? Hát hiába vagy jó állapotban, hiányzik a vétel. Na most ahhoz, hogy az ember, tudom én, vegye a lelke üzenetét, ahhoz az kellene, ugye, hogy most megnézzük, milyen állapotban vannak átlagosan az emberek, olyan állapotban, ahol a saját lelkének az üzenetét egyszerűen nem tudja venni, még akkor is, ha tudná venni. Miért nem tudja venni? Ez olyan, mint a rádióadó vagy a telefon. Hogyha más az adó sugárzása, és más a vevő vételkészsége,
akkor az adás nem megy át. Oké? Tehát hogyha a telefonod nem lenne alkalmas mondjuk az 1800 hercnek az átvitelére, vagy megahertz, mit tudom én most hertz vagy megahertz, hanem csak a 900-ra, és mondjuk 1800-on küldik az adást, és a telefonod csak 900 hertz vagy megahertzen tudja venni, akkor ez azt jelenti, hogy hiába küldték az üzenetet, nem tudja venni a telefona a vételt. Ez olyan, mint a rádióadás. Különböző frekvenciákon adják a rádióadásokat, és te neked van egy hullámváltó csatornád, ahol tudod a hullámsávokat váltani, és meg tudod keresni az adott csatornát. És az azt jelenti, hogy ha nem állsz rá arra a csatornára, akkor nem tudod annak a csatornának a vételét fogni. Oké? Tehát rá kell állítani. Most így működik az ember. Ha elkezd rossz állapotban lenni, akkor a csatornája, a vételi csatornája elhangolódik. Oké? Tehát úgy születtünk, hogy képesek voltunk a lelkünk által a telepatikus gondolkodásra. Ezt tökéletesen látni azoknál a kisgyerekeknél, akik még nem tudnak beszélni. Hogy mégis kommunikálnak, nem jelbeszéddel, hanem telepatikusan kommunikálnak. Tehát olyan kicsik, akiknek még nincs, nem tudnak szót váltani egymással, de mégis tudnak kommunikálni. És mit érnek el ez a társadalom, ez a kiváló társadalom, mit él el az emberekkel? Hogy rossz hangulatúak legyenek. Miért? Nagyon egyszerű a válasz. Azért, hogy a lelkükkel ne tudjanak kommunikációt fogadni. A lelküktől ne tudjanak kommunikációt fogadni. Minél hosszabb ideig van valaki rossz állapotban, annál nehezebben tudja venni a lelkének az üzeneteit. Oké? És ez azt jelenti, hogy az a hatalom, az tudja, hogy így működik ez. De a hatalom az nem a látható hatalom, hanem akik irányítják a látható hatalmat. A látható hatalom az tudja, hogy működik az ember, és tudja, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ne működjön a lélek és a test közötti kommunikáció. Ezért úgy működik a lélek és a test közötti kommunikáció, hogy a lélek megbetegíti a testet azért, hogy jelzést mutasson avval kapcsolatban, hogy mit kellene másként csinálnia az illetőnek. Most képzeld el, mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha az ember képes lenne a lelkének az üzeneteit fogni, és hallgatna a saját lelkére az adott illető, és ezáltal nem kellene a léleknek ilyen formán üzenni, hogy megbetegítse a testet. Hát ez olyan, mint hogyha gondold végig, hogyha mondjuk lenne egy olyan személlyel dolgod, aki abszolút nem érti a nyelvedet, és rád lenne bízva, és hát irányítanod kellene azt a szemét, aki abszolút nem érti a nyelvet. Hát kénytelen lennél ilyen agresszív, idézőjelben agresszív dolgokat csinálni, érted? Mert nem ért tőled egy szót sem. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy milyen agresszívet, hogy mit tudom én, terelnéd erre, terelnéd arra, fizikailag erőltetve, érted? Visszafognád, hogy ne tegyen olyat, amit nem kell, érted? Na most ez azt jelenti, hogy az adott személynek ez kellemetlen lenne, aki fogadja az ilyenfajta idézőjelben erőszakot. Na most a betegség is egy ilyen idézőjelben erőszak. Jó? És akkor gondold végig, itt vagyunk egy világban, ahol lennének szuper jó képességeink, de elérik
hogy az embereknek ne legyenek képességeik. Mert ha lennének képességeik, akkor a lelkükre hallgatnának, és nem a médiára. Világos ez? Tehát ők a médián keresztül érik el, hogy az embereket irányítsák. De csak akkor tudják a médián keresztül irányítani az embereket, hogyha az emberek nem tudnak hallgatni a lelkükre. Világos ez? Tehát egy kiváló világban élünk, ahol egyre rosszabb a helyzet, nem javul, és mi azért vagyunk, hogy az embereket hozzásegítsük ahhoz a tudáshoz, ami ahhoz kell, hogy elő tudjon jönni a képesség, elő tudjanak jönni a képességeik, főleg azért, hogy képesek a lelkükre hallgatni. De az embernek nem csak egészségre lenne szüksége, hanem azért elismerésre is lenne szüksége. Nem tudom, hogy a civil életedben mennyi elismerést kapsz. Mi itt az embereknek rengeteg elismerést adunk azoknak, akik megérdemlik. Van egy olyan rendszerünk, ahol ki van dolgozva, az elismerési rendszer. És az ahhoz kötődik, az elismerési rendszerünk, hogy az adott személy, mint tanulónk, hozzájárul-e a szervezetünk fejlődéséhez. A szervezetünk nem anyagi értelemben értsük a szervezetünk fejlődését, hanem létszámba értsd a szervezetünk fejlődését. És ha valaki hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetünk fejlődjön, akkor jönnek az elismerések. Oké? És minél többet járul hozzá, hogy a szervezetünk fejlődjön, annál inkább elismerésben, annál nagyobb elismerésben részesül. És miért kell a szervezetünknek fejlődni? Hát azért, ami ott van az első mondatban, hogy fejlődhessenek az emberek, hogy legyen egy sokkal jobb világunk. Persze az is kell az elismerésen kívül az embereknek, hogy szabadok legyenek. A szabadság, az ugye elmondtam az imént, 2001. szeptember 11-től drasztikusan elindult az embereknek a szabadság jogainak a korlátozása, arra hivatkozva, hogy mennyi terrorista van a világban, és hogy a terroristák, tehát gyakorlatilag minden emberben megbújik egy terrorista, ő szerintük. És ezért ugye mindenkit kontrollálni kell. Na most, pedig az ember nem egy állat, amelyet háziasítani kellett, tehát mi nem egy házi állatok vagyunk, a hatalom része, tehát a hatalom meg a gazda, oké? Hanem mi szabad lénynek születtünk, tehát most gondold végig, annyira szabad lénynek születtünk, hogyha lenne tudása a lelkednek, hogy kilépjen a testedből, akkor lehet, hogy többet nem lépne vissza. Érted? Mert a lelked, amikor kilép a testedből, egyébként lehet, hogy szoktál ilyet csinálni éjszaka, csak nem tudsz róla, hanem utána azt hiszed, hogy álmodtál. Közben a lelked egy kicsit világot látott. És lényeg az, hogy, a lélek arra képes, hogy semmilyen akadálya nincs. Tehát nincs, nem ütközik akadályba. Van egy akadálya, az emberi lelkek nem hagyhatják el a bolygót. Illetve a bolygót elhagyhatják, csak egy bizonyos magasságon túl nem mehetnek. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy nem 10 kilométer, hanem annak a sokszorosa. Jó? Tehát már a Holdra sem mehetünk. Jó? Tehát előbb van egy olyan fajta tér, energiatér, amin a lelkek nem tudnak
átmenni. Lényeg az, hogy itt vagyunk mi lelkek, de képesek lennénk arra, hogy egy szempillantás alatt, vagy szemvillanás alatt bármekkora kilométert áthidaljunk, tehát egyik pillanatra a másikra ott teremjünk. Ez azt jelenti, hogy a fizikai tárgyak erre nem képesek, tehát maga az ember sem, de a lélek arra képes. Hát most képzeld el, mit tudom én, mondjuk 100 fényévet vagy 1000 fényévet egy pillanat alatt át tud lépni maga a lélek. Oké? Tehát a léleknek nincs olyan, hogy fénysebesség, meg ilyen baromság. Jó, egy pillanat alatt itt vagy ott tud lenni. Tehát ezért a világban nagyon nehéz elkapni egy lelket. Oké? Nagyon nehéz. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az embernek szüksége lenne egy szabadságra, ha már egy ilyen lélekkel van megáldva, amely az abszolút szabadságot szimbolizálja. Tehát az emberi lélek az abszolút szabadságot szimbolizálja. Na most ehhez képest mennyire vagy szabad? És hát az embernek arra is szüksége lenne, hogy legyen elég pénze, nem? Nem? Nem nagyon bólogattok. Úgy látszik, nektek nem kell pénz. Oké. Na most már jobban látom. Miért nem anyagi világban élünk véletlenül? Vagy már ebben a világban nincs is pénz? Már nem pénzért vásárolsz meg dolgokat, csak úgy megkapod? Hm? Kaját is ingyen kapsz? Energiát is ingyen kapsz? Mindent ingyen kapsz? Ó, kell pénz, vagy nem kell? Oké, okay. Jó, akkor maradjunk ennyiben. És mennyi pénzre kell, mennyi kell, hogy legyen egy embernek? Nem sok, elég, így van. Elég pénzzel kell rendelkezni, nem? Nem kell sok pénz, elég pénz kell. Tehát nem tudom, látod-e, hogy hozzásegítjük a tanulóinkat ahhoz, hogy szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és elég pénzzel éljék az életüket. Világos ez? Hát most gondold végig, hogy egy közösség az egyént könnyebben hozzásegít ilyenekhez, mint egy egyén az egyént. Világos ez? Sőt, ugye, ha az ember magát akarja hozzásegíteni ilyen dolgokhoz, az még nehezebb. Világos ez? Tehát akkor mondhatnánk, hogy ez egy nehézségi fokok. Ha magadat akarod hozzásegíteni ez az 5 dologhoz, az nehezebb eset, sokkal. Ha egy más ember, egy ember akar hozzásegíteni ahhoz az 5 dologhoz, az se sokkal könnyebb. De egy közösség ezt meg tudja tenni. Világos ez? De csak a közösség tagjaival. Természetes. Csak nézzük tovább. Az elégtudás az ember és az élet működéséről, valamint a kiváló üzlet által oda mehetsz, ahova akarsz. Akkor, amikor akarsz. Azzal, akivel akarsz. És addig maradhatsz, ameddig akarsz. Szerinted ez micsoda? Ha oda mehetsz, ahova akarsz. Akkor, amikor akarsz. Azzal, akivel akarsz. És addig maradhatsz, ameddig akarsz. Ezt nem úgy hívják véletlenül, hogy szabadság. Hm? Most ezt megteheted? Miért van olyan, akivel szeretném menni a Györgyin kívül? Mindjárt fejbe csap a mennyasszonyod. Szóval, gondoljátok végig. És mi kell ahhoz? Tehát gondold végig. Hogy az ember megtehesse azt, hogy szabad legyen. Mi kell hozzá?
egy másfajta gondolkodás, ami másfajta gondolkodást csak egy tudás által lehet elérni. Milyen tudással? Egy másfajta tudással, mint amit eddig tanultál. Mert ha avval a tudással elérted volna, el lehetett volna érni, amit eddig tanultál, akkor már szabad lehetnél. Vagy rosszul látom? Tehát ahhoz, hogy szabad lehess, másfajta tudáshoz kell hozzájutnod. Világos ez? Nem olyan tudáshoz, mint amit eddig tanultál az életedben. Az ember úgy működik, ha ismeri az élet és az ember működését egyre jobban és jobban, annál könnyebben boldogul az életében. Honnan tudom én ezt? Hát csupán csak 1987 óta kezdtem el foglalkozni emberekkel. Számolt ki hány éve, jó? 91-től van saját szervezésű csapatom. Oké? És azóta van. Tehát csapatom, 91 óta. 93-tól vezetek, tanítok embereket. 93-tól számolgass, hogy hány éve, jó? Több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget a vezetésemmel. Több tízezer emberrel dolgoztam együttműködve, közvetlenül vagy közvetve az elmúlt időszakban. Ez alatt az időszak alatt. Tehát lehet, hogy szereztem egy kis tapasztalatot az emberekkel kapcsolatban. Lehet, hogy az átlagnál jóval többet. Lehet, hogy ezáltal többet tudok mondani az embereknek arról, hogy hogyan lehet az ember mondjuk szabad, mint egy valaki más. Hm? Tehát én úgy élem az életemet a párommal, hogy oda megyünk, ahova akarunk, akkor, amikor akarunk, azzal, akivel akarunk, és addig maradunk, ameddig akarunk. Oké? Hát az azt jelenti, hogy ezt meg lehet másnak is csinálni. Hát most gondold végig, az elmúlt időszak alatt, ez alatt, ami alatt, ugye egy sok pár tíz év, jó pár tíz év, ez alatt négy piacvezetői pozíciót sikerült bezsebelni. Jelenleg is piacvezetők vagyunk abban, amit csinálunk. És van két olyan piacvezetői pozíciónk, amit már hosszú-hosszú ideje nem csinálunk, és mégis piacvezetők vagyunk benne. Az én vezetésemmel. És ez nem nagy képűség, ez tény. Oké? És ez három piacvezetői pozícióval rendelkezünk. Még mindig, úgyhogy kettőt nem is csinálunk. Oké? Volt egy legelső piacvezetői pozíció, nyilván azt túlszárnyalták, de hát azzal nem sokáig foglalkoztunk, csak egy fél évet. Tehát akkor lehet, hogy tudok valamit. Lehet, hogy tudok valami többet, mint az átlag. Nem kell ezt elhinni, nem kell ezt elfogadni. Én tudom, amit tudok, és azok is tudják, akik itt tanulnak. Oké? Ha te meg még nem tanulsz itt, te is megtudhatod, ha itt tanulsz. Oké? Tehát lényeg az, hogy mondok egy példát, keres még egy olyan embert a bolygón, nem Magyarországon, a bolygón, aki négy különböző területen piacvezetői pozíciót tudott elérni a vezetésével. A maga az a szervezet. Nem fogsz találni. Tehát nem fogsz találni. Oké? Tehát az, és egy szervezetről van szó, nem négy szervezetről, egy szervezet, négy különböző területen, piacvezetői pozíció. Oké? Tehát miért csináljuk ezt az egészet? Nézzük meg. Az ember és életjobbító coachképzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőséget is adunk,
amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élet helyzeteik helyes kezelésére. Vajon az, hogy az ember helyesen kezelje az élethelyzeteit? Mennyire fontos? Hát az egyénnek nagyon fontos. A problémáikat képesek legyenek megoldani. Vajon ez fontos? Hogy megelőzzék a problémáikat, ez fontos? És ezeket miért nem tanítják? Mondjuk az általános iskolában, középiskolában, egyetemeken, főiskolákon. Miért nem tanítják? Hát mert nem akarják, hogy az emberek képesek legyenek az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére. Oké? Az is fontos, hogy az ember képes legyen a céljainak az elérésére. Hát ha nem érjük el a céljainkat, akkor miért élünk? Jó kérdés, nem? Hát az ember azért él, hogy a céljait elérje, nem? És ha elért egy célt, akkor kell egy következő, nem? De hát az embernek kellene lenni egy olyan célnak, amit élete végéig sem tud teljesen megvalósítani, elérni. Nem? Hát ami azt jelenti, hogy csinálhatja a célját, élhet a céljában, csak nincs olyan, hogy hát most már elértem, tehát érted, itt vannak az anyagi célok. Az anyagi célok olyanok, hogy azt eléred, és akkor megvan. Érted? És ahhoz, hogy legyen valami hasonló, de nagyobb cél, ahhoz azt el kell dobni. Az előzőt. Érted? Tehát mit tudom én, mondjuk az a célod, hogy legyen egy szuper jó autó, csak most mondtam valamit. Akkor csinosítgatod, meg költhetsz rá még, mit tudom én, hogy szebb legyen, erősebb legyen, jobb legyen, de nem a végtelenségű. Érted? Tehát azzal, hogy megvette a legtöbb ember mondjuk az autóját, vagy a házát, vagy a lakását, azzal egy célt megvalósított, és pont. Érted? És nincs tovább avval kapcsolatos cél, mert az megvalósult. Az lehet, hogy már egy pár év múlva majd lecseréli azt a valamit, de és mi van közte? Érted? És minden anyagi cél olyan, hogy megkapod, hát ilyen a párod is, nem? Megkaptad, és akkor megvan. Nem? És ugye egy olyan társadalomban élünk, fogyasztói társadalomban, arra ösztönzik az embereket, hogy minél több céljuk legyen annak érdekében, hogy minél több célt megvásároljanak, és minél hamarabb lecseréljék a már megunt célt. És ez minthogyha már így vonatkozna a párkapcsolatra is. Nem? Vagy rosszul látom? Hogyha azt is megunod, cseréld le, mint egy anyagot, tudod? Mint az autódat, vagy a lakásodat, vagy a ruhádat, érted? Ugyanúgy. Szóval, hát akkor mi olyan cél lehet az ember életében, amit nem un meg az ember? Mi lehet olyan cél, ami végig kísérheti akármilyen hosszú az élettartama? Így van, ez egyetlen egy dolog, az a saját maga, az egyénnek a fejlődése. Hogy fejlődjön. Tehát a fejlődésnek, az emberi fejlődésnek, a lelked fejlődésének nincs vége. Most gondold végig, azok, akik nem születtek még emberi testbe, tehát nem jöttek le ide a bolygóra, lélekként élnek, és nyilván ők használhatnak testet, kibe járnak benne. De most gondold végig, a léleknek folyamatos tudása van, mondjuk azt a lelket létrehozták mondjuk 10 milliárd éve, és 10 milliárd év tudása van benne.
Érted? Tehát gondold végig, hogy akkor van lehetőség a léleknek fejlődni. Ebben a kis satnya átlag 80 évben. Van bőven, nem? Hát 80 év azért jóval rövidebb, mint mondjuk 10 milliárd vagy 100 milliárd év, nem? De lehet, hogy amit mondok, az meglepő lesz, hogy a te lelked is lehet, hogy ennyi idős. És akkor mit keresel itt? Hát ugye odafönt lassabb a fejlődés, mert kevesebb a probléma. Oké? És több a tudás. És ezáltal ugye kevesebb a probléma, mert miből lehet fejlődni? A problémából. Ha nincs probléma, akkor miből fejlődsz? De most képzeld el, milyen jó egy közösség, hogy más is megéli a problémákat, vagy akár más megéli a problémákat, és te is fejlődsz belőle. Hát az azért sokkal bulisabb, mint mikor te élsz meg minden problémát, nem? Tudod, mi az, hogy emberek vezetése? Most voltunk éppen egy 4 napos vezetőképzőn, amit ugye én tartottam, elég szép létszámnak, és tanulták a vezetők, akik már ugye, akiknek van csoportjuk, azt, hogy mit tegyenek, hogy könnyebben vezessék az embereket. Tehát szerinted melyik a jobb? Vezetni embereket? Vagy hogyha téged vezetnek? Na most, ha valaki azt gondolja, hogy az a jobb, hogyha őt vezetik, akkor csak egy kérdésem lenne felé. Akkor miért akarod átvinni az akaradodat mindig a másik személybe, akivel kommunikálsz? Miért akarod a másik szemétől, hogy azt csinálja, amit te akarsz? Mert ugyanis az összes konfliktusod abból származik valamilyen szinten, hogy át akartad vinni az akaratodat, és a másik meg ellenállt. Hát nézd meg, hát erről szól az emberi élet, hogy az emberek azt akarják, hogy a környezetükben lévő emberek azt csinálják, amit ők akarnak, nem? Hát a megszületésüktől fogva az ember azt akarja, hogy a környezete azt csinálja, amit ő akar. A kisgyerek is azt akarja, hogy a szülei azt csinálják, amit akarnak, amit ő akar. Mikor nagyobb a gyerek, akkor is azt akarja, amikor felnőtté válik, akkor is azt akarja, hogy a környezetében lévő emberek azt akarják, azt tegyék, amit ő akar. És akkor te azt mondod, hogy jobb, ha nem vezetsz. Hát akkor inkább nem jobb lenne megtanulni vezetni az embereket? És akár megtanítani őket arra, hogy ők is képesek legyenek vezetni másokat. Érted? Nem jobb lenne? Tehát most gondold végig, ha ezen a bolygón lennének nagy tudású vezetők, akkor ez a bolygón lévő emberiség nem ott tartana, ahol tart. Oké? Tehát, hogyha azok a vezetők, akik most vezetők, azok szeretet alapon működnének, akkor ez a bolygó nem itt tartana, ahol tart. De nem szeretet alapon működnek, hanem érdek, haszon alapon. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy nekik az az érdekük, hogy minél több hasznuk legyen abból, hogy vezetik a tudatlan társadalmat. És ehhez tudatlanná kell tenni
a társadalmat. Ők ezt legalábbis így képzelik. Tehát gondold végig, vajon mennyire lenne szüksége a jelenlegi világunknak, illetve a jelenlegi világunkban élő embereknek arra, hogy az emberek és az élet működéséről minél több tudással rendelkezzenek, azért, hogy képesek legyenek az embereket és az életet jobbítani. Vajon erre szükség lenne? Vajon, ha már van egy lelkünk, amely, nem tudom, tudod-e, hogy alapvetően mi a lélek küldetése? Ha emberi testben van, ha nem, mi a lélek küldetése? Az állandó fejlődés. Így van. Ez a lélek küldetése. Tehát azért vagy itt, ebbe a testbe bezárva, mert ugye nem tanultad meg, hogy kell kilépni, mert nincs tudásod, mert mielőtt lejöttél, törölték a tudásodat, azért, hogy ne tudj kilépni a testedből. Oké? És azért jöttél le, hogy ebben az átlag 80 évben sokkal több problémát éljen meg, mint odafönt. Oké? Tehát ez a bolygó, ez fenti irányítás alatt áll. Ezáltal erre a bolygóra az emberek úgy születnek, hogy a fentiektől jönnek le. Oké? És most, hogy angyali mi voltod volt előtte, vagy isteni mi voltod volt előtte, ez ebből a szempontból részletkérdés, mert törölték, mielőtt leszülettél, a tudásodat. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy miért kellett törölni? Nagyon egyszerű. Hát gondold végig, ha azzal a tudással, amivel rendelkeztél leszületésed előtt, vagy első földi leszületésed előtt, akkor hát most gondold végig, hogyha most evel a tudással beraknának egy csecsemő testbe, egy újszülött testbe, mi lenne veled? Beleőrülnél, szó szerint beleőrülnél. Tehát az durvább lenne, mint mondjuk egy börtön. Oké? Tehát ott feküdni teljes tehetetlenségbe, teljes kiszolgáltatottságba úgy, hogy minden tudásod megvan. Gondold végig. Tehát ezért törölni kellett a tudást. De most itt egy kérdés van, hogy ezekkel az információkkal, amit hallottál tőlem, mit kezdesz? Ha azt gondolod, hogy a lelkedet fogják máshol fejleszteni, a PPH Nyílt Akadémiáján kívül, méghozzá szisztematikusan, akkor te nagy tévedésben élsz. Tehát az ilyen típusú képzésekkel elkezdtem foglalkozni 98-ban, és én tanító vagyok ezen a téren 2000-től. Az hány éve? 23? Oké. És szisztematikusan, tehát lépésről lépésre foglalkozok ezzel a kérdéssel, hogy átadjam a tudást. És nem olyan tudást, ami csak információ, hanem mindenhez tudok adni módszert. Az elmúlt 13 évben, mióta főtevékenységben végezik, előtte vezetőket tanítottam ilyenekre, mióta főtevékenységben képezem az embereket, 13 év alatt az élet és az ember ismeretéről nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire ne tudtam volna válaszolni. Pedig higgyétek el,
rengeteg kérdést tesznek fel az emberek. Rengeteg kérdést. Tehát ami azt jelenti, hogy lehet kutakodni máshol az ember és élet ismeretről, és olyan tudásról, ahol a lelked fokozatosan fejlődik, de nem fogsz találni más helyszínt. Tehát van egy rendszerünk, ami ugye azt mondják az itt lévők, tanulók, hogy ez nagyon össze van rakva, ez a rendszer. Hát ilyen tapasztalataim vannak 91-től, hogy hogy kell egy rendszert összeállítani. Ugye céget vezetek 93 óta. Tehát lényeg az, hogy várunk szeretettel, hogyha úgy gondolod, hogy a lelkednek kellene fejlődni. Azért, hogy képessé legyél szeretetben, békében és boldogságban élni, és ezzel a tudással együttműködni másokkal. És itt van egy dátum, meg egy megnevezés, aranykor, az azt jelenti, amit előtte le van írva, hogy a szeretet, béke és boldogság kora. Az emberiség most a vaskorban él. Négy korszak van, ugye van a vaskor, van az aranykor, az ezüstkor, meg a bronzkor. És most a vaskorban, tehát a legmélyebb lelki szinten élünk, mint társadalom. Tehát a bronzkor ahhoz képest magasabb lelki szint, az ezüstkor még magasabb lelki szint, az aranykor még magasabb lelki szint. És a vaskor a legalacsonyabb lelki szintű társadalom. És az egész bolygóra nézve vaskor van. És nagyon érdekes, mert több mint 12 ezer évenként ismétlődnek ezek a dolgok. Oké? Tehát ez a négy korszak, ez több mint 12 ezer év alatt fordul meg. Oké? Okay? És nagyon érdekes, hogy nem úgy fordul meg, hogy vaskor, utána bronzkor, utána ezüstkor, és utána aranykor. Tehát nem a fém használatra vonatkozik ez, hanem a lélek fejlődésére vonatkozik. Oké? Okay? Hogy mennyire fejlett a lélek. Illetve a lelkek természetesen, mert hát a társadalomról szól, és ezáltal a társadalomban lévő lelkek fejlettségéről szól. Hanem úgy van, hogy volt egyszer egy aranykor, Danába hajdan, lett utána egy ezüstkor, utána lett egy bronzkor, és utána lett egy vaskor. Tehát ebben az irányban forog a dolog. És a bronzkor után aranykornak kell lenni. De ahhoz, hogy aranykor lehessen, a le kell vinni mélységekbe a lelket. Mit jelent, hogy mélységekbe? Az azt jelenti, hogy olyan szinten, a szintre akár, hogy az ember azt mondja, hogy most meghalok, vagy elkezdek fejlődni. Érted? Tehát ilyen szintre. És ha megnézed, most ez folyik. Tehát viszik le a lelkeket olyan szintre, ahol egyre több és több a halál, és egyre több akár az öngyilkosság. Ahol az ember akár inkább a halált válaszza, mint az életet. Mert a legtöbb embernek ez a világ megy a kilátástalanság felé. A remény az nem a kilátástalanság. A remény
az a fejlődés, a saját személyes fejlődésed. Érted? A saját személyes fejlődésed. És ugye tudod, hogy az ember képes arra, hogy másoljon. Tehát megfigyeljen valakinek a működést, megfigyelje, és akkor azt másolja. Érted? Tehát ugye a gyerek is csinálja ezt. Ha a gyerek tökéletesen tudja csinálni, akkor a felnőtt is. És ezáltal a másolódás miatt sokkal könnyebben halad előre az egyén. Miért? Mert azt másolja, ami másnak működik. Érted? És ezáltal könnyebben halad előre. És ebben a másolásban, mikor másol, már ő is példakép, akit másolhatnak mások. Csak egy kérdés van, hogy vajon a másolat az mennyire jó. Így van. Így van. Hogy ne torzuljanak a másolódások. Oké? És kezdetben ez azért másolódás, mert még hiányzik a tudatosság. De amikor az ember már annyit fejlődik, hogy képes a tudatosságra, akkor már nem másol, hanem önálló. Világos ez? És ő, mint központi személy, másolandó. Érthető? De ehhez el kell jutni oda, hogy az ember tudatosan tudja tenni a dolgát, és ne csak másolódás révén tudja tenni a dolgát. Érted? És ugye ez itt mindenki van dolgozva erre, hogy ez így működjön. Minden. Tehát olyan tudást adunk át az embereknek, ami bolygó szinten teljesen páratlan, ami azt jelenti, hogy jelenleg olyan 9 évnyi tudást tudok átadni. Keressetek még egy olyan szemét, aki 9 évnyi tudást tud átadni önállóan, saját maga. Segítség nélkül. Oké? Még egy egyetem sem tud annyi tudást átadni, ahol van egy csomó tanár. Én meg ezt egyedül meg tudom csinálni. Oké? Jó, tehát hogyha ez az egész, amit elmondtam, ez számodra nagyképű, akkor nincs itt a helyed. Ha egy olyan személytől neked derogál tanulni, aki többet tud, mint te az élet és az ember működéséről, akkor nincs itt a helyed. Oké? Mert én tudom, hogy az ember és az élet működéséről ma a bolygón a legtöbbet, élő személyként a legtöbbet tudok. Oké? Ennyi. Jó, és várunk szeretettel, ha úgy gondolod te is, hogy szeretnél egy sokkal jobb életet és egy sokkal jobb társadalmat, tehát sokkal jobb életet élni és egy sokkal jobb társadalomban lenni a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Kérdezz az ajánlottól, vagy ha nincs ajánlód, akkor keresd magadnak egy ajánlót a PPA-sok között. Szeretlek benneteket, sziasztok!